Jó reggelt kívánok mindenkinek! A Ketubot traktátus 107-es lapja fog következni, és rátérünk a misnánknak a érdemi témájának a vizsgálatára. Ugye eddig mindenféle ilyen side issue, mindenféle ilyen mellékág volt az, amivel foglalkoztunk. Most rátérünk a központi tematikára, és kérem szépen a központi tematika a következő volt, ha visszaemlékeztek. A Misna azt mondta, Misha halach bájlele bizne midaszajám, ha valakinek a férje elment külföldre, a tengeren túlra, akkor Hanan szerint jár a nőnek tartásdíj, esküdtennie pedig, hogy a tartásdíjat azt tisztességesen vette el, és nem vette el többet, az ezzel kapcsolatos esküt elég, hogyha a végén leteszi, amikor a férj visszajön. Vagy amikor kiderül, hogy a férj meghalt, és megkapja a ketubáját. A másik vélemény az volt, hogy mind az elején, mind a végén kell, hogy esküt tegyen. Tehát mind amikor elkezdik kapni a tartásdíjat, mind amikor a bizonytalan helyzet véget ér. Bárhogy is legyen, a Mishnában úgy tűnik teljesen egyértelműen, hogy a tartásdíj kötelezettsége egy ilyen helyzetben az nem kérdés. Valakinek elment a férje a tengeren túlra, nem tudjuk, mi van vele, a nő miből éljen. Hát nem mindenképpen. Nem egyszer, nem elég sokszor. De most ugye legutóbb a misnánkban volt. Mindenesetre az nem kérdés, hogy a tartásdíj kötelezettsége az megvan. Viszont nézzük most, hogy mit mond a Talmud. Itt már, ráva már, Poiszkim az anyos leises is, Smuel már én Poiszkim az anyos leises is. Van egy vita Ráv és Smuel között, ugye Ráv és Smuel mindketten amorák, tehát a Misna ideje utáni bölcsek, és érdekes módon miről szól a vitájuk? Arról, ami többek között a mi Misnánkkal is első ránézésre szembe megy, hogy Ráv azt mondja, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egy nőnek a férje eltűnt, akkor a Bézdin, tehát egy szalmaözvegyről beszélünk, akkor a Bézdin elrendeli, hogy a férj hátrahagyott vagyonából adjanak neki tartásdíjat, Smuel azt mondja, hogy nem rendelik el a tartásdíjat. Nem kell, hogy kapjon tartásdíjat. És ugye elsősorban Smuellal lesz a problémánk, mert az nagyon sok helyen szembe megy azzal, amit tanultunk. Ugye, például a mi Misnánkkal is. Úgyhogy több példát is fogom mondani. De akkor mindenesetre ez a vita a kettőjük között. Ráv azt mondja, hogy egy ilyen helyzetben a Bézdin átveszi a férj vagyonát, az eltűnt férj vagyonának a kezelését, és abból elrendelnek tartásdíjat az asszonynak. És Smuel azt mondja, hogy nem. Oké, miért nem? Vagy még a miért előtt nem? Amár Smuel, Majdeli Abba, és Lajsi Hadasim, és Sajnim, de Fise, én adom a Niach Beiszereika. Smuel még ezt hozzátette, hogy az apa, vagyis Ráv, a vitatása, egyetért viszont velem abban, hogy az első három hónapban még nem rendelik el erőszakkal a tartásdíjat. Miért? Mert az ember nem hagyja az otthonát üres kamrával. Valami elemózsia van otthon. Tehát az biztos a nő, hogy az első három hónapban, amíg kiüríti az összes kamrát, az úgy elég lesz. Mikortól kezdjük a vagyont a Bézdinnek adni, és abból ők a vagyonkezelést átveszik, és abból adnak a nőnek tartásdíjat, csak három hónap után Ráv szerint is. Smuel szerint egyáltalán nem. Oké, megyünk tovább. Be se sammaj, se mész, kul álmelöj pligi, kilél pligi, bel se löj, sammubaj se mész. A vita miről szól? Amikor azt hallották, hogy a férj meghalt, tehát van egy ilyen hír, hogy a férj meghalt, akkor nem kérdés, hogy hogy adnak tartásdíjat a nőnek.
A kérdés akkor van, a vita akkor van, amikor nem hallottak olyan hírt, hogy a fél meghalt volna. És miért van vita? Ráva már pöliszkinda hamis ubadla. Ráv, ugye az világos, ő azt mondja, hogy elrendelik a tartásdíjat. Miért? Mert a férnek kötelessége eltartani a feleséget. Tehát el van kötelezve a férj a feleség felé. Smuhla már én pöliszkin, smuhla szerint viszont nem rendeljük előszakkal a tartásdíjat. My time-a, ennek két oka, két magyarázata van, hogy Smuhla miért mondta ezt. Ráv zvida már éma szrira tafsa. Ráv zvid szerint azért, mert azt gondoljuk, hogy lehet, hogy a férj hagyott hátra készpénzt, hagyott hátra pénzt a nőnek, akkor nem, nehogy már duplán kapjon. Ráv papa már hajsinan sem amel a címájszer dájkban mizein szájik. Ráv papa szerint, kedvenced, ő szerinte pedig azért, mert attól tartunk, hogy lehet, hogy a férj mielőtt elment, nem adott ugyan pénzt a nőnek, de azt állapodta meg a nőnek, nővel, hogy a nő nem kap tartást, viszont a jövedelme az a sajátja. Tehát a jövedelmét azt zsebre rakhatja. Emlékeztek, hogy a férj megállapodhat így a feleségével, hogy Meisze Daich Mezain Saich, hogy a te kezed munkája, a jövedelmed legyen a saját tartásod. És lehet, hogy ebben megállapodta. Tehát ha most még pluszban adnánk neki tartásdíjat, és a jövedelme is saját magához megy, akkor ez megint egy dupla finanszírozás. Mi a különbség a két magyarázat között, hogy pénzt hagyott, hogy lehet, hogy pénzt hagyott, vagy lehet, hogy megállapodtak a jövedelemben? Milyen olyan eset van, amikor másképp paszkenolna a két magyarázat? Inkább benájuk dajlevelői szafka, innámik tánive szafka. Az egyik lehetséges különbség az az, hogyha egy nagy, ha nagykorú a feleség, de nincs olyan munkája, amiből el tudná magát tartani, akkor attól nem tartunk, hogy belement volna a nő egy olyan megállapodásba, hogy a jövedelmem legyen az én tartásdíjam, viszont attól tartunk, hogy a férj esetleg hagyott hátra neki pénzt, mert egy nagykorúról van szó. A másik lehetséges differencia, specifika az az, hogyha kiskorú a lány, és van olyan jövedelme, amiből el tudja magát tartani. Ha van olyan jövedelme, akkor tartunk tőle, hogy esetleg azzal állapodott meg a férjével, hogy a jövedelme lesz a tartásdíja, de attól nem tartunk, hogy a férj hálát adott neki pénzt, mert kiskorúakra nem szoktak pénzt bízni. Sehonnan. Hogy? Nem, ugye Smuhla azt mondja, vagy ez még nem világos, de Smuhla azt mondja, hogy nincsen tartásdíj. Nem fognak adni neki tartást, mert ettől tartunk. Még egyszer. A misnánk azt mondta, hogy van tartásdíj. Csak az volt a kérdés, hogy van, mikor van eskü, mennyi eskü van, stb. Smuhla érdekes módon azt mondta, hogy nincs tartásdíj. Miért nincs tartásdíj? Smuhla szerint két vélemény van. Vagy Rav Zvid, vagy Rav Papa. Vagy azért, mert tartunk attól, hogy rábízott valami pénzt, a hátradjott neki pénzt, vagy azért, mert attól tartunk, hogy megállapodtak, hogy a jövedelme legyen a gyerek. Hogy hogyan, mi a különbség a két magyarázata Smuhla között, Smuhla két magyarázata között mi a gyakorlati különbség, erről volt most szó. Arról még nem volt szó, hogy Smuhla hogyan egyeztethető össze a misnánkkal. Oké? Okay? Erről is mindjárt lesz szó. Na, mi se alakna, minden lesz a jámbistait, hogy vászmezainasz, Hána nem mert is a veszélyfő, hogy is a veszélyfő, nekünk a lábnék állunk, tényleg van, amit is a veszélyfő. Azt mondja, nézzük meg akkor a misnánkat. Mit mondta a misnánk? Ha valakinek elment a felesége, bocsánat, a férje a tengeren túlra, akkor kell adni neki tartásdíjat, a kérdés csak az, hogy mikor kell esküdnie. Hána azt mondja, hogy a végén kell esküdnie. Hána azt mondja, hogy a végén kell esküdnie. Hána azt mondja, hogy a végén kell esküdnie. Hogy elején is és a végén is esküdnie kell. Átkán Löjpligi, elelényen soha, amit látunk, hogy itt a vita miről szól, hogy mikor van az eskü? Ávam ez zajniai vinnöla? De tartásdíjat mindenképp kap. Akkor hogy mondhatta Smuhla azt, hogy nem kap tartásdíjat? Smuhla egy későbbi bölcs, ő a misna utáni bölcs. A misnából azt látjuk, hogy van ugyan vita ennek az esetnek a kapcsán, de nem arról, hogy van-e tartásdíj, hanem arról, hogy mikor kell megesküdni a nőnek, hogy nem hagyott a férj neki pénzt, hogy nem állapodtak meg abban, hogy az ő jövedelme a tartásdíja, stb. De arról nincs vita, hogy
kap-e tartásdíjat, akkor Smuel hogy mondhatta ezzel szemben? Hogy helyezkedhetett ezzel szemben? Hogyan lehet, hogy más mondod? Mi lesz erre a válasz? Tárgyam és Smuelbe se Samusba is sem mész. Ez nagyon egyszerű. Miről szól a mi misnánk, hogy úgy hallottuk, hogy meghalt a férj. Mit mond Smuel? Ezek szerint Smuel azt mondja, ha nem tudok arra, hogy a férjel bármi történt volna, nincs tartásdíj. Miről mondta a misnánk azt, hogy van tartásdíj, ha úgy hallottuk, hogy meghalt a férj? Hogy? Nem értem. Itt ugye a hallottuk, hogy meghalt a férj, az azt jelenti, hogy legalább egy tanunk, gondolom, hogy legalább egy tanunk van arra, hogy meghalt a férj. És akkor ez alapján a nő elvileg később akár el is válhat, és megkaphatja a ketubáját. Mindaddig, amíg nem kapta meg a ketubáját, van tartásdi? Ja, ennyi. Tehát akkor Smuel szerint a mi mistánk erről szól. Azt mondja a Talmud, oké. Okay. Nézzünk egy másik brájtát. Tasmá, Misha, Alachem, Dessze, Jámi, István, Tavász, Mezzainas. Van egy brájt, amelyik ugyanezzel a témával foglalkozik, és azt mondja, egy férj elment a tengeren túlra, és jön az asszony a bíróság, és azt mondja, hogy szerezzetek nekem tartásdíjat. De imbava a máci, rásáj. Majd később megjön a férj, és azt mondja, várjál csak, hát a te jövedelmed legyen a megelhetésed. Akkor kadmu bézdinu paszku, más a paszku paszku. Akkor ha a bézdin már mire megjött a férj, elrendelte a tartásdíjat, azt már nem vesszük vissza. Az már post festa, az már megtörtént, az már legyen. Akkor mit látok ebből, hogy a bézdin addig, amíg nem jött meg a férj, elrendelheti a tartásdíjat. Megint ez szembe megy Smuellal, és Smuel azt mondta, hogy ilyenkor nem rendelünk el tartásdíjat. Mit mond erre, mit fog mondani a Smuel, ha nem ibe se Samuba is se mész. Itt is arról van szó, mondja Smuel, hogy úgy hallottuk, hogy meghalt. Jött a nő, azt mondta, itt egy tanú meghalt a férjem, adjatok tartásdíjat. Adtak tartásdíjat, majd megjelent a férj. Ha már elrendelték a tartásdíjat, amit elrendeltek, az az övé, ami nem, az nem. De hogyha nem jött volna, nem lett volna tanú, vagy nem lett volna valaki, aki azt mondja, hogy tényleg meghalt a férj, a Bézdin Smuel szerint nem rendelhette volna el a tartásdíjat. Oké, akkor ezt is kimagyarázta Smuel. Megyünk tovább. Tasmá, Mishal, amit azt jelenti, Mishal, Tvász, Mizainas, Bézdin, Jardin, Ennek, Hassab, Zanin, Mefárnis, Ennek, Isten. Van még egy brájt, ami ugyanezt mondja. Azt mondja, ha valakinek elment a férje a tengeren túlra, akkor a Bézdin, és az asszony jön, és mondja, hogy kell nekem tartásdíj, akkor a Bézdin erőszakkal elbirtokolja a férj vagyonát, és abból eltartják az asszonyt. De nem tartják el a férfinek a fiait, a lányait, illetve nem adnak még valamit. Hogy mi ez a még valami, arra vissza fogunk térni. Ez mit jelent? Hogyha a férj eltűnt, és itt vannak több családtag is van. Van egy asszony, vannak fiúk, lányok, minden. Ha jön a nő, azt mondja, tartsatok el, a Bézdin belemegy, átveszi a vagyonkezelést, és ad tartásdíjat a nőnek. De nem ad tartásdíjat a férfi gyerekeinek, csak a nőnek. Nem tudunk róla semmit, most legalábbis úgy értelmezzük a misnát. Nem tudunk róla semmit. És mégis mit mond, hogy a feleségnek adnak tartásdíjat? Hogy mi a különbség a feleség és a gyerekek között? Mi a különbség a feleség és a gyerekek között? Az, hogy a feleségnek azért kell tartásdíjat adni, mert azt a ketubában vállalta a férj. Ugye ez a kötelezettsége a férjnek. A gyerekeivel szemben ez nem vállalt ilyet. Emlékeztek, meddig kell eltartani a gyerekeket? Emlékeztek?
Van egy kötelesség, a rabbik azt mondják, az ember el kell, hogy tartsa a gyerekeit. Meddig? Senki nem emlékszik? Na, miért tanulunk? Hat éves kori. Hat éves kor után már mehetnek dolgozni. Más idők voltak, mint manapság. Nem, de 30 évesen még jár a főiskolára. Még halasztott egy fél évet. Még nem döntött el, mi lesz, ha nagy lesz. Kényszer. Ez mama abban az időben nem így volt. Hat éves korig eltartod a gyereket, utána is eltartatod, de kötelezni nem lehet. És itt erről van szó. Eltűnt a férj. Van egy pár kiskorú gyereke, meg van egy felesége. A feleséget a Bézdin eltartja a vagyomból, a gyerekeket nem. A gyerekek mennek dolgozni. Mit látok viszont, hogy a feleséget eltartja? Oké? Okay? Azt mondja a Talmud, Amarabsés, Isten, de és Salis. Szóval, ez miről szól? Mit fog Smuel mondani erre? Ez nem egy sima eset, hogy a férj csak úgy eltűnt, hanem kijelölt egy vagyonkezelőt, és ő kijelölte, hogy a vagyonkezelő adjon neki tartásdíjat, és ez az, amit követel a nő. Mert gondolom, a vagyonkezelő nem akarja nem akarja teljesíteni. Oké? Okay? Még egyszer. Mit mond Smuel? Smuel azt mondja, hogy normál esetben nem adnának tartásdíjat az asszonynak. Itt mi történt? A férfi kinevezett egy vagyonkezelőt, de az nem teljesíti a munkáját, és nem ad tartásdíjat a nőnek. Ebben az esetben a Bézdin biztos lehet benne, hogy a férj nem hagyott pénzt a nőnek, meg nem mondta azt, hogy legyen a te jövedelmed a megélhetésed, mert nem hagyott volna egy vagyonkezelőt, aki eltartsa a feleségét. Ezért átveszik a vagyonkezelő helyét a Bézdin, de ennyi. Tehát Smuel véleményével még mindig nem feltétlenül megy szembe ez a brájta. Azt mondja, Talmud, ihachi, vanav, naiszav, námik se isra lezú. Námi. Azt mondja, Talmud, várj, akkor a fiai, meg a lányai, a gyerekek miért nem kapnak? Hát akkor volt vagyonkezelő, akkor nyilván őket is el kell, hogy tartsa. Azt mondja, Talmud, nem, se isra lezú, vagy la isra lezú. Arról van szó, hogy a férfi kijelölt egy vagyonkezelőt, és meghagyta, hogy a feleségemet tartsd el, de a gyerekekre nem jelölte ki. Oké. Okay. Miből? Egy nőnek nincsen jövedelme. Ebben az időben. A tartásdíj az nagyon konkrét, emlékeztek? Meg van határozva, tesszük. Ennyit tud enni, meg van határozva, hogy mennyit. És mit mondott Kömám Isten, mindjárt vissza is fogunk, ahogy rájta, hogy adunk neki tartásdíjat, de nem még mást. Mert vissza fogunk térni, mi az a mást? Meg van határozva, hogy még szépítőszereket se kap a nő. Vagy parfümöt, vagy ékszereket, semmi. Csak tartásdíjat. Oké, okay. Máj paszka. Szerintem ez furcsa ez a válasz, mert tényleg el tudjuk képzelni, hogy a férj hátrahagyott egy vagyonkezőt, és meghagyta neki, hogy a nő tartsa el, de a gyerekeket ne tartsa el. Elamarav papak se sama baj sem mész be édechod. Azt mondja, papak, tudjátok, mert akkor más a válasz. Miről van itt szó? Hogy itt is arról van szó, hogy hallották, hogy meghalt a férj. Egy tanú van arra, hogy meghalt a férj. Most, hogyha egy tanú van arra, hogy meghalt a férj, akkor mi áll a nő újra házasodhat? Hogy? Ezt tanultuk el, hogy valamikor elégettem is. No, mikor? Szerintem igen. Igen, újra házasodhat. Sőt, azt mondtuk, hogy még a nő maga mondja, hogy meghalt a férj, akkor is újra házasodhat. Szóval, ha egy tanú van, akkor újra házasodhat. Oké? Okay? Ez a Gunának, a Szalma özvegynek a engedménye, amiről hosszasan tanultunk a Jevama traktátusban. Akkor a nővel mi a helyzet egy ilyen szituációban? Ha egy tanú van, és ő mondja, hogy meghalt a férj, akkor a nő gyakorlatilag özvegynek számít,
ezért ő újrázasodhat, előbb-utóbb megkapja a ketubáját, addig is kell, hogy kapjon tartásdíjat. Mi a helyzet a gyerekekkel? Örökölni lehet egy tanú alapján? Nem. Itt van egy felemás helyzet, hogy a férfi félig meghalt, félig nem. Halottnak nyilvánítjuk abban a nő szempontjából, de nem nyilvánítjuk halottnak a gyerekek szempontjából. Érted, Gábor? Kicsit furcsa, de az engedmény miatt, amit a nővel szemben akarunk adni, hogy tudjon újra házasodni, könnyebben járunk el, engedékenyebben járunk el, mint az örökség kapcsán. És stimmt? Igen, a Larissa kedvében szeretnénk járni ma reggel. És hogy lássa a kontrasztot. Oké. Szóval visszatérve komolyra fordítva a szót, azt mondja, se is ez, de vagy nev papa, erről van itt is szó. És ezért akkor a tartásdíjat elrendelik a nőnek, és nem rendelik el a gyerekeknek. Mert a nő szempontjából a férfi már halott, a gyerekek szempontjából nem halott. Oké. Okay. Egy tanulnál. Oké. Okay. Mit jelent my davaracher? Mit jelent az a valami más, amikor azt mondtuk, hogy a nőnek elrendelnek tartásdíjat, de nem valami mást? Mi ez a valami más? Jöjjszöv a márce daka. Na Frizda már társít a fészvamacadaka. Frizda azt mondja, hogy ez ékszerek és szépítőszerek. A Vjöjszifa már szadaka, a Vjöjszifa pedig azt mondta, hogy adomány. Hogy nem adunk neki pénzt, hogy adakozzon. Az már extra, már bónusz. Most Mánda már társít kolsifincadaka. Aki szerint nem adunk neki pénzt a szépítőszerekre, az biztos, hogy egyetért, hogy pláne nem adunk neki pénzt, hogy adakozzon. Mánda már szadaka, mert társítja evinelnek. Az, aki viszont azt mondja, hogy ez a valami más, ez a adomány, azt mondja, adományra nem adunk pénzt, de attól még van szengen, szépítőszerekre azt fogja mondani, hogy kell adni neki pénzt. Oké. Okay. Miért? De lej niche lejdeti nave. Mert ezt a fél sem szeretné. Abban indulunk ki, hogy a fél nem szeretné, hogy mire visszaér a felesége, csúnya legyen. Úgyhogy... Nem az, hogy mire visszaér, hanem hogy közben. Mondom, egy férje, aki nincs otthon, és felesége elhagyja magát, az nem vet jó fényt a férre, úgyhogy akkor valószínűleg. Szép. Oké. Okay. Még mindig nem sikerült bizonyítani. Kinek van igaza? Rávnak vagy Smuelnak? Egy normál esetben, amikor a férj eltűnt, és nem hallottunk róla, hogy meghalt volna. Ráv azt mondja, hogy adunk tartásdíjat, Smuel azt mondja, hogy nem. És eddig nem sikerült bizonyítanunk semmivel, hogy Smuelnak ne lenne igaza. Nézzük, megyünk tovább. Tasmája, van ma gimmelkadasom is, hogy zajnesz Michel Bájla, mi kám vélechen, hogy zajnesz le Michel Bájla, vele Michel Javam. Ezt is tanultuk már Javam a traktátusban. Ha meghal egy férj, és a nő sógorházasság várományosa lesz, mert ugye gyermektelenül halt meg a férj. Oké? Okay? Akkor addig, amíg várományos, ki tartja el? Ugye itt ebben az esetben ő nem kaphatja meg a ketubáját, mert még nem volt rendezve a viszony a sógorral. Várja, hogy a sógor döntse már, hogy mit akar, hogy el akarja venni, vagy nem akarja elvenni, jibum vagy halica. Az első három hónapban a férje, halott férje vagyonából kapja a tartásdíjat. A következő időben pedig már a sógortól kapja a tartásdíjat. Amíg nem dönti el a sógor, hogy most mi legyen. Mi van akkor, amad bedin ubarach? Mi van akkor, hogyha kicsit nehezen dönt ez a sógor, és elmenekül a döntés elől, ez csak eltűnik. Zajnesz Michel Javam, akkor továbbra is a sógortól kapja, a sógor vagyonából kapja a tartásdíjat. Mit látok ebből? Itt a sógor az olyan, mint a férj. És ha eltűnt, az ő vagyonából kap tartásdíjat. Akkor mit látok, hogy nincs igaz a Smuelnak? Eltűnt a sógor, kap tartásdíjat a nő. Ugyanígy, akkor eltűnik a férj,
nyilván kap tartásdíjat a feleség. Azt mondja, Talmud, amelek a Smuel, le máj nihusna, lehaj. Azt mondja, és most megmondom neked, nagyon egyszerű, ez egy a szokásostól eltérő eset. Miért? Mert normál esetben miért mondtam, hogy a férj, ha eltűnik, akkor nem adunk tartásdíjat a nőnek? Miért mondta Smuel? Két magyarázat volt. Emlékeztek, mi volt a két magyarázat? Miért mondta Smuel azt, hogyha a férj eltűnik, akkor nem adunk tartásdíjat a feleségnek? Lóvét. Vagy azért, mert hagyott pénzt, vagy azért, mert... Vagy mert megállapodott vele, hogy a jövedelmed legyen a tartásdíjat. Most mind a két esetben, ez csak a férjnél merül föl, mint esetleges lehetőség. Egy sógor, aki még el se vette a nőt, hanem eltűnt. Még nem vette el az özvegy sógornőjét. Nyilván nem hagyott neki pénzt, és nyilván nem beszélte meg vele, hogy a jövedelmed legyen a tartásdíjat. Tehát ezért mondjuk azt, hogy ez esetben igenis lehet adni tartásdíjat a sógor, az eltűnt sógor vagyonából. Le máj nihuslal, lehaj. Mitől kéne tartanunk? Imi sumcrari. Ha arról lenne szó, hogy hadott hátra pénzt, laj mikavli dájtele gaba. Ez kizár dolog, mert nincsen olyan jóba, hogy most ő hátra adjon neki pénzt. Imi sum májszede, a laj mistábdele. Az pedig, hogy azt mondta neki, hogy legyen a te jövedelmed a tartásdíjat, még nem volt szó arról, hogy neki el kell tartania, mert még nem vette el, tehát biztos, hogy ugyancsak nem állapodtak meg. Oké, akkor ezt az ellenvetést is kiütötte Smuel. Megyünk tovább. Tasmá is a halka hiú bájlim, de lesz a jám. U baszme amrasz mész bájlim. Még egy misna Jevamot traktátusból ismerős lesz. Nő elment a férjével a tengeren túlra. Elmentek Dubajba. Nem tudom miért Dubajba, de mondjuk, hogy elmentek Dubajba. U baszme amrasz mész bájlim. Visszajött egyedül. Elmentek ketten, de egyedül jött vissza. És azt mondta, meghalt a férjem. Ratveszani zainesz, ratveszagai megszabasza. Akkor ha akarja, kap tartásdíjat, ha akarja, akkor megkapja a ketubáját. Viszont ha nem ezzel jött vissza, hanem azzal jött vissza, hogy azt mondta, Gershani Bailey, hogy elvált tőlem a férjem, miszpár neszesz, vagy lehesz, átkedés szubasza. Akkor mi történik? Ha nem akarja rögtön megkapni a ketubáját, akkor kap tartásdíjat a ketuba összegéig. Oké? Mit látunk minden esetre ebből? Elrendelünk neki tartásdíjat. Ugye? Mert ez tulajdonképpen ugyanolyan, mint egy nő, akinek eltűnt a férje. Igen, csak itt mi a különbség? Hogy a nő azt mondja, hogy meghalt a férjem, de valójában nem tudjuk, mi történt a férje. Miért nem tartunk attól, amit Smuel mond, hogy esetleg a férj megállapodott vele, vagy adott neki pénzt, vagy mit tudom én. Azt mondja, Talmud, a Hennámig se Samuba is se mész. Szerintem, nem, itt is arról van szó, hogy a nő visszajön, és vagy azt mondja, hogy meghalt a férjem, vagy azt mondja, hogy elvált tőlem a férjem, de minden mellett van egy tanú, aki azt mondja, hogy meghalt a férj. És ezért lehet neki adni tartásdíjat. Azt mondja, Talmudum, Májsna átkedék szubasza. Ha viszont ez így van, akkor ha azt mondja a nő, hogy elváltunk, de van mellette egy tanú, aki azt mondja, hogy meghalt a férj, akkor a tartásdíjat miért csak a ketuba értékeig kapja? Miért nem kap többet? Miért nem kaphat többet? Ugye, ha valóban özvegy a nő, akkor nem kéne megkorlátozni a tartásdíjat a ketuba mértékeig. Azt mondja, Talmud, de Dáv Szidenafsi, azt mondja, hogy igen, de vessen magára. Ő azt mondja, hogy elvált, akkor több biztos nem jár neki, mint a ketuba. Tehát akkor ezért kaphat tartást, ha nem akarja rögtön fölvenni a ketubát, ezért kaphat tartásdíjat csak a ketuba értékei. Oké, megyünk tovább. Tehát ezzel se sikerült kiütni. Még lesz két vagy három ilyen
próbálkozás, aztán eljutunk a végeredményhez, most akkor kell-e fizessen tartásdíjat, vagy nem kell fizessen tartásdíjat? Megyünk tovább, Tasmá, kétszer amrum nem már mennesz, én lemezajnasz. Ilyet, oké. Menjünk vissza, és nem tudom, hogy ezt már felvételről tanultuk, vagy közösen tanultuk. De volt egy misna, ami a következőt mondta, hogy felsorolta, hogy kik azok, akiknek nincsen ketubájuk és tartásdíjuk. Emlékeztek, három eset volt. Az ájlonit, a másodrangú rokon, és a kiskorú, aki visszautasította a házasságot, aki miunt csinált. Ugye, emlékezzünk vissza. Van egy szabály, amit a rabbik hoztak, hogyha egy lány árva lett, akkor az anyja vagy a testvére kiházasíthatják. Miért? Kiskorúan. Miért? Mert abban az időben, ha egy kiskorú lány árva volt, és nem volt házas, akkor nagyon könnyen elkallódott, hogy mondjam. Szóval kihasználták. Azért azt mondták, hogy inkább menjen férjhez. De ez az ő jogainak a védelmében volt, és ezért a lány, ha akarta, lemondhatta a házasságot. Azt mondta, köszönöm szépen, nem kérem. És onnantól nem is kellett kapjon getet, nem is kellett kapjon várólevelet. Ugye? Most, mit mondott a misna? Hogyha lemondja a lány a házasságot, kiskorú lány, akkor nem jár neki ketuba, és nem jár neki tartásdíj. Oké. Okay. Mit jelent az, hogy nem jár neki tartásdíj? Mikor nem jár tartásdíj? Miután lemondta a ketubát, a házasságot, és nem jár neki a tartásdíj, mert ha normálba válna el, akkor se jár tartásdíj a válás után. Akkor mikor nem jár neki tartásdíj? Azt mondja, a Talmud. Kétszádomról már mennesz, én lemezajnasz. Mit jelent az, amikor azt mondta a misna, hogy egy miunt, tehát egy házasságot lemondó lánynál nincsen tartásdíj, ilyet egy hajmérbi és elvesztál, az bájle hármezajnasz. Ez nem jelenteti azt, hogy nincs tartásdíj addig, amíg a férjével van, akkor köteles tartásdíj, eltartani a feleségét. És azt jelentheti, hogy amikor lemondta, mert akkor miután lemondta, mert már nincs tartásdíj, akkor miről lehet szó? Ela, igen, se hallak, bájlem, dinesze, jám, lavszave, achla, amdöve, miana. Miről van szó akkor? Ugye a férfi elutazott tengeren túlra. Közben otthon hagyta a kiskorú feleségét, a kiskorú feleség kölcsönkért emberektől, hogy el tudja magát tartani. Majd mire visszajött a férj, akkor lemondta a házasságot. Ha lemondta a házasságot, akkor visszamenőleg a férfi nem kell, hogy kiegyenlítse a számlát azoktól, akiktől kölcsönkért a feleség. Miért? Mert nincs házasság, viszlát. Ugye? Mit látok ebből? Hogy mikor nem kell kielégítse? Ha a lány lemondta a házasságot, ha nem mondta le, akkor ezek szerint, ha ő elment külföldre, a lány azért, hogy eltartsa magát, kért kölcsön emberektől, majd visszajött a férj ki kell, hogy fizesse ezeket, akkor ez nyilván így van egy nagykorúnál is. Akkor ezek szerint kell adjon tartásdíjat a feleségének. Azt mondja, Talmud, amelech a Smuel, hachale máj nékosla, imisum szarítszai kárnai miszpesz, imisum májszedák tárnai miszapka. Azt mondja, itt is megmondom, mi a válasz. Ez egy speciális szabály egy kiskorúnál. Miért? Mert egy kiskorúnál nem valószínű, hogy a férj hagyott neki pénzt, mert kiskorúakra nem szoktak pénzt hagyni. És a kiskorúnál nem valószínű, hogy megállapodtak, hogy a jövedelme lesz a megélhetése, mert nem tud egy kiskorú olyan jövedelmet szerezni, hogy megéljen belőle, egy kiskorú lány, hogy megéljen belőle. És ezért ezek a kételyek nincsenek, és ezért kell, hogy eltartsa, ezért kell, hogy nagyon tartásdíjat. Akkor ebből se tudjuk bizonyítani, hogy Smuelnak nincs igaza. Tehát maradt a vita. Még mindig kérdés, ha egy férfi külföldre megy, és hátrahagyja a feleségét, akkor a Bézdin erőszakkal átveszi a vagyonkezelést, hogy tudjon adni tartásdíjat az asszonynak, vagy sem. Ráv azt mondta, hogy igen, Smuel azt mondta, hogy nem. Mi a halacha? Máj háve alá, mi a vége a történetnek? Ki azt mondta, Dimi, már, azt mondta, Ráv Dimi, amikor Izraelből jött, Májszöbb alifné remébe vésse arim. Volt egy eset,
Bécs Sárimba, ahol Rebi elé került egy ilyen ügy, passzaklamizajnesz. És Rebi úgy döntött, hogy kell adni tartásdíjat az asszonynak. Miért megnyugodnátok? Rebi Ismael be Cipori, laj passzaklamizajnesz. Rebi Ismael elé is került egy ügy, Ciporiban, és ő úgy döntött, hogy nem kell adni tartásdíjat. Tehát még mindig a vita folytatódik. De hiba, Rebi Jaihanan, de himára Rebi Ismael és laj passzaklamizajnesz. Rebi Jaihanan ezt meghallotta, akkor elcsodálkozott. Mi volt az oka Rebi Ismaelnak, hogy nem, hogy úgy döntött, hogy nem kell adni tartásdíjat? Ha löjnek lakubnék, hogy állni, hogy dajlim, hogy hanan ellen ingyen svúl, hanem zöjni, javim, no lej. Hiszen a mi misnánkban is, ahogy ezt már korábban felosztuk Smuel-el szemben, nem volt kérdés, hogy kell adni tartásdíjat, csak az volt a kérdés, hogy mikor kell a nőnek esküt tennie. Amdelem sem ebben abba a kvártig, mert ebben Smuel-ben bavag, Samuel-ben is a mész. Erre azt mondta neki, Rav Shemen, nem hallottad? Tehát Smuel is már megmagyarázta, hogy a mi misnánk miről szól, hogy hallották, hogy meghalt. De ha nem hallották, hogy meghalt, akkor nem kötelesek adni tartásdíjat. És ezért mondta Rabbi Ismael Cipoliban, hogy nem kell tartásdíjat adni az asszonynak. Amel lejük patrisszukba, kulai, hát tényleg? Így tanultátok a misnát? Ki azt a Rávin, amel májsze balifné Rebibe, sem Rávin másképp mondta ezt az egész esetet. És ő a konklúzióra is jut mindjárt. Nem úgy, mint Rav Dimi. Rávin azt mondta, hogy következő volt. Rebibe Sárimban úgy döntött, hogy nem kell adni tartásdíjat. Rebi Ismael Cipoliban úgy döntött, hogy kell adni tartásdíjat. Erre azt mondta, amire Rebi Eichnem már Rebi is, lehív paszaklan, de hallai nechlek, hánanuk, és Rebi Ismael és Rebi Eichnem elcsodálkozott, hogy Rebi miért döntött úgy, hogy nem kell adni tartásdíjat. Hiszen a mi misnánkban azt tanultuk, hogy csak az a kérdés volt Hánan és a Bnéke Hánim Dönyim között, hogy kell-e esküt tenni vagy sem. De az nem volt ki kérdés, hogy kell-e adni tartásdíjat, ami Rav Shemen, bár ábak fártigem, és Smuel bavag, Samuel és mész, és erre elmagyarázta neki Rav Shemen, hogy már Smuel is elmagyarázta, hogy ez a mi misnánk csak arról szól, hogy hallottuk, hogy meghalt, mire patritukba a kulai, amelé patritukba a kulai háj, és erre elcsodálkozott, hogy tényleg így tanultátok? De be hilchasszak a vaszede ráv, a pajszkin zajnös le éjsesis. Mi a halaká? A végén? Szerintetek mi? Hogy mi? Larissa nyert. Adnak tartásdíjat. Pajszkim az ennyire nehézsz is. A nőnek, ha eltűnt a felesége. A nőnek, ha eltűnt a férje, tengeren túlon van, nem tudjuk mi van vele, akkor erőszakkal elveszik a vagyont, vagyonkezelés, és adnak tartásdíjat. Hírkaszak a vasszédelán funna, amel ráv, és a halakáb, az, amit Rav Huna mondott Ráv nevében, de Amar Rav Huna, Amar Ráv, Jöjjle isesite, Amarle bájle énini zönyözvényi össze, és ha már erről van szó, akkor még egy halakát mond a Talmud, amit Ráv nevében mondott Rav Huna. Larissa, bravo, győztünk. Oké, de van még egy halakát, még egy dologban győztetek, hogy győztetek, idézőjelben, hogy a nő mondhatja a férjének azt, én én nem kérek a tartásdíjatból, de én nem fogok neked jövedelmet adni. Váljunk ilyen értelemben, anyagilag, legyen két kassza. Ez is egy halaká. Haszaka vasz, Rav Zvid be kunya. És még egy dologban Rav Zvid mondását követi a halaká, a kunya ügyében. Mi az a kunya? De amár Rav Zvid, teljesen más téma. Hani mani de kunya. Azt mondta Rav Zvid, a kunya edények, hivrive ukmi saru, a fehérek és a feketék, azok kóserek, jeruki asure, de a zöldek tréflik. Miről van szó? Kóserság szabályai. Ha van egy edény, amiben tréfli ételt főztek, akkor ugye lehet kóserolni, de csak akkor a fémből van. Miért? Hogyha fémből van, akkor azt mondjuk beszívta az ízt, amikor tréflit főztek belőle. A fém olyan, ha újra fölmelegített, az kiadja magából az ízet. Ízt vagy ízet? Ízt. Viszont a cserépedényeknél, az agyagedényeknél ez nincs így. Ugye? A cserépedénynél, egy tányérnál, vagy manapság, vagy ilyesmi. Cserépedény, bármilyen cserépedénynél, ott, hogy magába szívja az ízt, de soha nem adja teljesen ki magába. És ezért nem lehet kóserolni. Mi a helyzet a
fordított zománcozott edénnyel. Ugye manapság a zománcozott edény az az, hogy fém a belső és a külsőre kennek egy ilyen zománc, az tulajdonképpen agyag, vagy ilyen festék, vagy valami. De volt régen egy fordított, hogy az, cserép volt az edény, és ólommal kikenték. Okay? Akkor fém a külseje, de a belseje agyag. Akkor ezzel mi van? Azt mondta, ha ez fehér vagy fekete, tiszta cserép, tiszta ólom, akkor az úgy, ha jól értem, úgy elválasztja, a, nem folyik össze a cseréppel, hogy a íz az csak odáig megy, és onnan kiadja magából. De nincs a cserépben, ami középen van, nem megy be. Ha viszont zöld, ez külön, gondolom, hogy különböző típusú ólom keverékek voltak, akkor az összefolyik, összeér a cseréppel, és a cserépbe is bemegy az íz, és onnan már nem jön ki. És ezért azt nem lehet kóserolni. Manapság van teflon, mit szoktak a rabitól kérdezni? Lehet a teflont kóserolni, lehet-e a jénait, a zománcozott, minden időnek meg volt a maga edénye. Ebben az időben ez több ilyen típusú edény volt. Bementél abban az időben a kikába, és vettél fehér, fekete, vagy zöld ólomozott edény. Oké. Okay. És, mivel amran elad a lézbél kartufi, amit ízbél kartufi a szíli, és a fehér és a fekete ólomozott edénynél is, csak akkor megengedett, akkor kóser, ha nincsenek rajta, hogy mondanák, nem kaparások, nem, nem fülek, hanem, hanem a felülete sima. Hogyha a felülete ilyen karcos, akkor az már megint csak a közvetlen ott van a cserép, és ezért az nem kóser. Oké, akkor összefoglalva, kedves barátaim, majdnem befejeztük, összefoglalva a lényeget, a férfi elmegy külföldre, hátrahagyja a szegény asszonyt, akkor igenis jár tartást az asszonynak, és továbbá ez a másik két halaká, hogy a feleség mondhatja, hogy magamnak szerzem a jövedelmet, nem kérek a te hagyjákodból, illetve a ólomozott edények. Még egy gyors misnát tanulunk. Mi se alak, amit illeszen jámba, amad echadu pirnész az istaj. Mi van akkor, valaki külföldre ment, és valaki magától azt mondta, eltartom ezt a szerencsétlen asszonyt. Szegény flótás. Hanan már ibédesz me a iszav? Hanan azt mondja, elvesztette a lóvéját, pénzét. Ki kérte meg erre? Miért tartotta el a nőt? Nehleko alapnék, hogy hanem dajni bamrú. A bnékám dönyöm azt mondják, hogy nem. Nem, nem. Jisavá, káma, hogy szemítve? Az illető esküdjön meg, hogy tényleg mennyit adott a nőnek, és azt vegye el a fértől. Hiába önkéntes volt, de a férnek kötelessége volt lett volna eltartani a nőt, ezért esküdjön meg, és akkor megkapja a pénzt. Amire, amit egyszerűen már kínálsz, érdekes, mert ezt is fel lehetett volna Smuel ellen hozni. Nem hozta föl. Sok ugye ellentmetés. Ez is egy olyan misnából látszik, hogy járt volna tartásri. De gondolom erre is mondhatta volna Smuel, hogy ez is egy olyan este, amikor úgy tudták, hogy meghalt. Oké, okay, bár is legyen. Amrab deiszeben hár kinász, kedik rejem, amrab jelkedik rejem. Reb deiszeben hár kinász úgy döntött, mint úgy mondta a halakát, mint Néka Jánim Dönim, hogy a férfinek jár vissza a pénz. Nem remélem, hogy Zákály jafam van Honon, hanem remélem, hogy Zákály nem, igazából Honannak nem jár neki a pénz. Miért? Hinniak ma is szavál kerencvi. Mert mit csinált ez az ember? A szarvas szarvára tette a pénzét. Ez egy szép misnabeli kifejezés, amikor valaki nagyon rossz üzletet köt, azt mondják, ez olyan abba fektetett, hogy a pénzt rászúrta a szarvas szarvára. Na azt nézzük meg, hogy az majd visszakapja azt a pénzt. Ez egy rossz üzlet. Ez egy valaki a szarvas szarvába fektetett. Kedves barátaim, idáig tartott a mai nap. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Öröm és boldogság volt ismét együtt tanulni. Holnap este a szombat kimenetele után találkozunk. Addig is kívánok mindenkinek egy gut Shabbest. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom.